Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 5. Kétyi Kolbásztöltő Fesztivál. Ízek, illatok, jó hangulat. Hőség. Hogyan védjük házi kedvenceinket? Szekszárdi Borvidék. Augusztus első hetében kezdődik a szüret. Kié a legjobb halétel? Verseny Faddomboriban. Ötödik alkalommal rendezték meg a hétvégén Kétyen a Kolbásztöltő Fesztivált, amit idén is a finom illatok és a baráti légkör jellemzett. A csapatok dél előtt megkapták a húsokat, majd elkezdődött a töltés és a sütés. Sülnek a kolbászok a Kétyi Kolbásztöltő Fesztiválon. Az idei rendezvény pályázati forrás nélkül az önkormányzat költségvetéséből és támogatók segítségével valósult meg. A fesztivál még 2019-ben indult hagyományteremtő jelleggel. Úgy néz ki, hogy tetszik a lakosságnak, tetszik a közönségnek, sikerült mindig olyan programokkal feltölteni, amik tartalmasak és érdekesek, ezért nagy örömnek örvend, tehát nagyon sokan szeretik ezt a rendezvényt, és akkor így látszik, hogy 22 csapat indult, tehát szerintem ez egy jó kis rendezvény. A kolbásztöltés ötlete a kezdetektől fogva praktikusnak tűnt, ezért is esett erre az ételre a szervezők választása. Ennek a sok embernek végül is az élelmezéséről valamilyen utomódon gondoskodni kell. Az a legegyszerűbb, hogyha mindenki saját maga készíti el az ő ebédjét, nevezzük így, és a legkézenfekvőbb és a legegyszerűbb véleményem szerint egy kolbásztöltés. Mert hogyha ilyen bográcsos kajába gondolkodunk, akkor van, aki fával csinálja, van, aki gázzal csinálja, tehát itt most nekünk a legjobban, ami bevált, ez a gázon készített étel, és a kolbászt azt mindenki szereti. A felvidékről érkező érsek Kéty 26 éve testvértelepülése Kétynek. A delegáció mindig örömmel érkezik a fesztiválra. Ők a kolbászhoz vörösbort is tesznek. Ez ilyen hazai ízek nálunk lényegében, ilyen igaz szekszárdi borvidék, de mi is hozzáteszünk, nem tudom, mindig hozzáteszünk egy kevés ilyen vörösbort, 1-2 deciről van szó, ugyebár, sőt nem sokat, de nem tudom, hogy miért másabb, de nekünk ez egy ilyen hazai érzés. Érdekesség, hogy Lengyelországban is található egy Kéty nevű település, a kis-lengyelországi Vajdaságban, innen is érkeztek vendégek. Évek óta ellátogatunk ide Kétyre, a polgármester úr meghívására, mondja a lengyelországi Kéty alpolgármestere. Nagyon sok szeretettel jövünk ide, hogy meg tudjuk kóstolni az itteni kolbászokat. A jó hangulatú napot az esős időjárás sem zavarta meg. A kolbász töltésre idén 22 csapat jelentkezett. Bár a héten az elmúlt időszakhoz képest csökken a hőmérséklet, a nyári meleg még mindig velünk van. A hőség házi kedvenceink számára is megterhelő lehet. A legfontosabb tudnivalókról kérdeztük az állatorvost. Az idei nyár eddig extrém hőséget hozott, sorra dőltek meg akár több évtizedes melegrekordok, melynek következtében a szakemberek hőségriasztásokat is kiadtak. Az időjárás a házi állatainkat is megviselheti. Hogyha benti állatról van szó, akkor érdemes nekik egy kicsit a légkondicionálót, hogyha van nekünk bekapcsolva hagyni napközben, erre nem kell nagyon lehűteni a házat, de azért egy kicsit mérsékelni a hőmérsékletet. Hogyha kinti állatról van szó, akkor nagyon fontos az árnyék, a folyamatos vízellátás, tehát inkább 2-3 bödörbe tegyünk nekik vizet otthonra napközbenre, azt is lehetőleg árnyékba. Figyelni kell, hogy az árnyék az nyilván arrébb megy, tehát nem elég, hogy van egy árnyék, mindig a kutya tudjon árnyékba húzódni, árnyékba vonulni. Ami nagyon fontos, kutyát, nyilván gyereket sem hagyunk autóban, ebben az időben még rövid időre sem. Tehát úgy kell szervezni a programokat, hogy a kutya vagy jön velünk, vagy pedig otthon marad. Nincsen az, hogy beugrunk a boltba egy pillanatra, mert könnyen megvan a tragédia. Az autó pár perc alatt akár 50-60 fokra is felmelegedhet, ezért nem szabad bent hagyni a házi kedvenceket. A kutyákat vízzel is hűthetjük. Én azt gondolom, hogy egy érzékeny bőrű kutyát a klóros medence vízben nem kéne betenni. Ugyanakkor lavorba kitenni, vagy egy gyerekfürdetőkádba kitenni neki hideg vizet, hogyha szeret a kutya fürdeni, ebből bele is fog feküdni, és fogja magát hűteni. Lehet őket lelocsolni, lehet őket nedves rongyal törölni.
Tehát mindent megtenni arra, hogy annak érdekében, hogy hűljön le a bundájuk. A macskák könnyebben el tudnak bújni, könnyebben találnak maguknak hűvös helyet. Egyébként ezeket a kutyákat, hogyha kinti kutya is, én azt gondolom, hogy meghálálják, hogyha be vannak engedve legalább a hűvösebb előszobába, és ott ki tudja magát egy kicsit pihenni, hogy lehűljön egy kicsit, meghálálja azt a kutya. Fajták tekintetében hatalmas különbség van, igen, a rövidfejű kutyák, mops, bulldog, tehát mindegyik, amelynek ilyen gömbölyt feje van, ők különösen veszélyeztetettek ebben az időszakban, úgyhogy őket napközben nem szabad sétáltatni, csak hajnalban, amikor még hűvös van, illetve késő este. Ez egyrészt a hőmérséklet miatt, másrészt, ami nagyon fontos, hogy ilyenkor az aszfaltbeton nagyon felmelegszik, és a tappancsuk megég. Az állatok hőgutát is kaphatnak. Ennek tünetei a fokozott lihegés, nyúlós nyálképződés, remegés, szédülés, hányás lehetnek. Ekkor azonnal árnyékba kell vinnünk az állatot, nem hidegvizes, nedves rongyal törölgetni, és felkeresni egy állatorvost. Egy hőgyészről kétfelé közlekedő sofőr okozott balesetet szombaton, amikor feltehetőleg a sebesség helytelen megválasztása miatt elvesztette uralmát járműve felett, és neki ütközött két másik autónak. Az egyik vétlen szemét súlyos sérülésekkel mentőhelikopter vitte kórházba. Az M6-os autópályán egy moldáv fiatal haladt Pécs irányába, amikor neki ütközött a szalagkorlátnak. A járművezető ittas volt, és jogosítvánnyal sem rendelkezett. Keszőhideg út térségében árokba csapódott egy autó, majd felborult. A 47 éves Tamásiban élő sofőr szondája magas értéket mutatott, a nő jogosítványát felfüggesztették. Július 26-án ideiglenes menetrend szerint indul újra a Gemenci Állami Erdei Vasút. Pörböly és malomtelelő állomások között péntekenként, hétvégente és ünnepnapokon 3 dízeljáratot közlekedtet a Gemenc ZRT. Az Erdőgazdaság Pörbölyi Ökoturisztikai Központja teljes szolgáltatásával várja a kirándulni vágyókat. A Duna áradása után a vártnál lassabban levonuló júniusi árvíz miatt a vasútpálya helyreállítása elhúzódott, illetve a pálya ágyazata is hosszabb idő alatt száradt ki. A biztonságos üzemeltetés feltételei azonban most már adottak, írta a szervezet közleményében. Közzé tette falunapi programját FAD Nagyközség önkormányzata a település közösségi média oldalán. Az augusztus 3-án szombaton tartott rendezvényen kirakodó vásár, horgászverseny és focikupa mellett számos koncert is várja az érdeklődőket. Fellép a The Voice című tehetségkutató második helyezettje Kovács Alíz és zenekara, az Irigy Hónaj Mirigy és a 61. Eurovíziós Dalfesztivál magyar résztvevője Freddy is. Augusztus első hetében megkezdődik Szekszárdon a szüret. Elsősorban nem ezt a vidéket meghatározó vörösökről van szó, hanem az utóbbi időben közkedvelté vált Irsai Olivér, illetve Néró fajták az érintettek. Az időjárás változásnak következménye, hogy a természet az idei évben 2-3 héttel előrébb tart, ami a szőlőtermelésben is igaz. Szoktuk mondani, mi szőlészek, borászok, hogy azért óvaintek mindenkit, hogy tippeljünk, hogy milyen évjárattal állunk szemben. Hát látjuk, érezzük a különbségeket, az éghajlati változásoknak a különbségei, milyen hatással vannak magunk az emberekre is, a szervezetünkre, így a szőlőnövényt is sajnos elkeményen érintette ez az erőteljes meleg. Itt elsősorban nem arról van szó, hogy asszálytünetekkel nézünk most még szemben, hiszen a szőlőnek azért tudjuk a visszaasztartása miatt az asszály kevésbé szokta érinteni a mi borvidékünket, viszont ez az extrém meleg, az UV-sugárzás bizony károkat tudott már okozni a fürtökön. Ilyenkor óvaintek mindenkit, hogy a leveleket kitépje, inkább hagyja árnyékban szépen a szőlő gyümölcsöt. Majd, hogyha elindul a zsendrés, akkor a levelezés is előtérbe kerülhet. Az biztos, hogy nagyon korai szüretről van szó, talán 2018 volt egy ilyen hasonló évjárat, amikor ilyenkorán kezdtünk el a szüretet. Emlékezhetünk akár az április időszakra, hiszen a koraiságát nem a júliusi időjárás határozta meg, hanem az enyhe tavaszi. A korai szüret miatt a borászatoknál a megszokott munkameneten is változtatni kell, ami külön odafigyelést igényel. Viszont korábban kóstolhatjuk majd a hegylevét. A szüreti fesztiválon már lehet találkozni majd új borral. Hát, hogyha augusztus elején Irsai Olivér az a szeptember közepi születi fesztivál nem is igazából nagy kihívás, nem is kell annyira rohannia a készítésével. Augusztus végétől pedig egészen biztosan szüretelhetőek lesznek azok a vörös fajták, melyek az üdítő rozé alapanyagául szolgálnak.
Nem sikerült a feljutás a strandlabdarúgó EBSL B csoportjában szereplő magyar válogatott számára. A nemzeti együttest 5 bonyhádi játékos is képviselte a Georgiában rendezett nemzetközi tornán. A magyarok az első mérkőzésen Lettország ellen 8-4-es vereséget szenvedtek. Georgia csapatát szoros küzdelemben 5-4-re győzték le. Végül Szaúd-Arábia ellen maradtak alul 7-5 arányban. Két légiós érkezését jelentette be a Tarka SC Szekszárd kosárlabda csapata. Csatlakozik a kerethez a finn válogatott irányító Szerebezsedi. A kosaras az Egyesült Államokban az Arizona State Egyetemen kezdte meg egyetemi karrierjét, ahonnan egy év után a legendás Florida State-ről vezetett az útja, ahol 4 szezon töltött el. Szekszárdi színeket ölt az ausztrál 3-as poszton bevethető Marina Vittol is. Marina az ausztrál 3x3-as válogatott tagjaként július 30-án kezdi meg szereplését a párizsi olimpiai játékokon, ezután csatlakozik majd a tolnai csapathoz. Tolnai Akin már 37. alkalommal rendezték meg Faddombariban a hangulatos Altaripa halfőző fesztiváljukat. Évtizedekkel ezelőtt egy baráti társaságban felvetődött a kérdés, ki tudja a legjobb halászlevet elkészíteni. Innen indult az akkor még csak 6 fős megmérettetés. Az esemény az évek alatt átalakult egy több napos fesztivállá, így ehhez a szervezőknek is alkalmazkodniuk kellett. Igazából a szolgáltatások, mondhatjuk majd, hogy nem, hogy gasztronómiai rendezvény vagyunk. Ugye az egynaposból lett ez a 4 napos, csütörtökön települ le a társaságnak a nagy része, akkor általában sülteket készítenek, grilleznek, tárcsázunk, a pénteki napon bográcsos ételek vannak, és akkor a szombat a főszerep a halászlé, akkor halat főz mindenki. Kezdetben még csak 6 bográcsban rotyogott a hallé, mára már 30 körüli ez a szám. Az elmúlt időszakban pedig egy kis költözésen is átesett a rendezvény. Korábban egy jó pár száz méterrel lejjebbről kezdtük, de hát sajnos itt a vízműnek a terjeszkedése révén feljebb szorultunk egy kicsit ide, de annyira nem is bánjuk már, ahogy kinőtte magát a rendezvény, így nagyobb területre is volt szükségünk, úgyhogy így összejött a kellemes a hasznossal. Wiesberger Tamás baráti társaságban készítette el a kedvelt halételt. Ha megvan az alaplé, akkor jöhet bele a hal, gondolom. Felöntjük vízzel. Só, bors, paprika, ízesítjük egyébként. És ennyi. De nagyjából ennyi a titka a jó halászlének szerintem. Én paradicsommal szoktam készíteni, nem mindenki egyébként. De én azt mondom, hogy egy-két paradicsom azért kell vele ahhoz, hogy jó legyen. De ez ízlések is pofonok, ugye, meg attól függ, hogy Szegeden teljesen másképp csinálják a halászlevet, én ahhoz nem is értek egyébként a szegedi halászléhez. Az eső sem állhatott a versenyzők útjába. A csapadékos szombati nap ellenére jobbnál jobb fogások készültek el a tűz fölött. Regionális híreink következnek. Idén is mézétes az ormánsági. Dinnyekóstoltatást tartottak Pécsen. Sófogyasztás nyáron. Másként kell sóznunk a hideg télben és másként a meleg nyárban. Sok hárs méz lesz idén. Több támogatás kérhető a kártevők ellen. Kiváló minőség, ízhatás jellemzi idén is az ormánsági dinnyetermést. Ebből kaphattak kóstolót a pécsiek a Kossuth téren pénteken. A baranyai termelők el tudják látni a helyi piacokat, nem szorulunk behozatalra, mondja a szakember. Sorakoznak a dinnye szeletek a tálcákon a pécsi Kossuth téren. Mindenki megkóstolhatta pénteken a baranyai termesztők idei gyümölcsét. Az ormánsági dinnye most úgy áll, hogy körülbelül fél időben vagyunk, tehát a korai ültetések lassan lefogynak, a későbbiek azok lassan éregetnek. Az ágazat, hogy az ormánságban ilyen 150-200 hektár között mozog a terület minden évben, ez lecsökkent a valamikori 7-8-900 hektárról, de ez a termőterület, aki csinálja, az megtalálja a helyét a Magyarországon. Tehát ennek a dinnyének megvan a helye, vagy maguk árulják el a termelők, vagy kiskereskedelmi hálózatok beladják, vagy vagyunk páran, akik áruházakat látunk el görögdinnyével.
Itt lehet fényképezni, van egy márka nevesített dinnyénk is, amit idén vezettünk be. Erről a hálóba csomagolt címkével ellátott dinnyéről van szó, ami biztosan erről a területről származik. Idén is jó minőségű az ormánsági dinnye, ami a kiváló termelőknek az érdeme, mondja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi elnöke. Azt látjuk, hogy szívesen fogyasszák a vásárlók, egyre jobban igényesebbek a dinnyére. Azt látjuk, hogy a rövid ellátási láncnak köszönhetően az este leszedett dinnye már másnap reggel itt van a piacon, vagy akár 24-48 órán belül. Én úgy gondolom, hogy a termelők magas színvonalon nagyon jó minőségű dinnyét tudnak megtermelni. Fél idénél vagyunk a dinnyével, ez attól függ, hogy még milyen lesz az időjárás, mennyire lesz kegyes hozzánk, vagy milyen időjárás köszönt ránk. A baranyai termelők el tudják látni a vármegyét, nem szorul be hozatalra. Ez a terület, mondja az elnök. Gazdálkodni ma nehéz, de van termelői kedv a dinnyéseknél, ezt mondja a főispán. Horváth Zoltán beszélt arról is, hogy segítik pályázati forrásokkal ezt a kertészeti tevékenységet. Az új agrár pályázati ciklus most indul, a pályázati felhívások megjelentek, célzottan a kertészeteknek is van két típusú felhívás, reméljük, hogy a baranyai gazdálkodók is élni fognak. Az egyik az hűtőkapacitások, hűtőházak, fóliasátrak és a termék feldolgozásához kapcsolatos, ezeket ilyen post-harver szakmai zsargonnal illetik, válogatógépet, csomagológépet lehet beszerezni. Bízunk abban, hogy tényleg többen is fognak ezzel a lehetőséggel élni, hogy az ültetvény beruházásokhoz is igényelhetnek támogatást. 25 és 20 milliárd forint értékben nyíltak meg ezek a pályázatok szeptemberi-októberi beadással, és a kormányhivatalunk dolgozik ezeknek a pályázatoknak az elbírálásában is. Tudatos vásárlás, erre hívta fel a figyelmet a baranyai önkormányzat elnöke. Keressék minél többen az egészséges, jó minőségű helyi termékeket. Álljanak meg útközben a dinnyárusoknál, vagy éppen a termelői piacokon, ahol elérhető, ahogy elnök úr is mondta, a baranyai mézétes görögdinnye. Az idei évben is megkóstolhatjuk, és amikor ezt megtesszük, arról azt tapasztaltjuk, hogy igen, finom, mézédes, biztosak lehetünk benne, hogy egészséges. Úgyhogy arra biztatom a nagyvárosban élőket, a pécsieket, hogy keressék a kifejezetten baranyai termesztésű görögdinnyéket az árusoknál. Jelenleg Baranyában 41 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Összesen 117 hektáron vannak ültetvények az ormánságban. Ebből 5 hektáron sárga dinnyét, a többin pedig görög dinnyét ültetnek a családok. Sokan nem is gondolnák, hogy a sófogyasztás egyensúlya mennyire fontos szervezetünk számára. A kontinentális éghajlat alatt lévő országok népességének ezzel foglalkoznia kell. Másként kell sóznunk a hideg télben és másként a meleg nyárban. Az orvost kérdeztük a témával kapcsolatban. Az idei nyár különösen forró, ezért sok folyadékot, sót, nátriumot veszítünk az izzadással. Ezt pedig feltétlenül pótolni kell. Télen viszont a szervezet visszatartja a folyadékot, különösen akkor, ha elhízott valaki vagy cukorbeteg, vagy ha magas vérnyomása vagy szívbetegsége van. Ebben az esetben nem szabad sózni, mondja dr. Wittmann István, a Pécsi Tudomány Egyetem Klinikai Központ 2. számú belgyógyászati klinika és nefrológiai diabetológiai centrum klinikai igazgatója. Ez egy különleges geográfiailag meghatározott tényező, hogy nálunk két különböző, sófogyasztás szempontjából is, két különböző időszak van. Van a téli, amikor meg kell szorítani a sóbevitelt, hogy ne emelkedjen a vérnyomás, hogy ne legyen szívbetegség, és van a nyári időszak, amikor viszont sózni kell, mert ha nem sózunk, akkor nem csak, hogy kiszáradunk a verítékezéssel, hanem az alacsony nátrium szint miatt az egy ritmus zavarra, szívritmus zavarra hajlamosító és életet veszélyeztető állapot lehet. Úgyhogy nyáron nagyon sokszor látunk olyat, hogy a beteg kiszáradva és alacsony nátrium szinttel érkezik. Ezért tehát ezt figyelembe kell venni. A magas vérnyomású betegeknek gyakran adnak vízhajtót. Ez télen nagyon fontos, mert a felesleges bevitt sót kihajtja, teszi hozzá professzor. De nyáron, hogyha a betegnek még adunk vízhajtót is, meg még verítékezik, meg ne adja Isten még cukorbeteg is, mert a cukorbetegségben a vizelettel sok cukor ürül, és a sok cukor a vizeletben sok folyadékot köt meg, és még több a vizelet, vagyis a kiszáradás kockázata még nagyobb.
Így tehát cukorbetegben, magas vérnyomásbetegben, különösen, hogyha vízhajtó kezelést is kap, nyáron másként kell eljárni. Ez azt jelenti, hogy legalább 3-4 liter folyadékot kell fogyasztani, legalább 3-4-et, és hát nyilván aki kindolgozik a tűző napon, annak még többet is lehet, és általában csökkenteni kell a vízhajtó kezelés dózisát, vagy esetleg nyáron el is kell hagyni. Úgyhogy ez egy speciálisan erre az éghajlati viszonyokra vonatkozó javaslatom. Folyadékot, ionokat, sót, nátriumot, magnéziumot, káliumot kellőképpen fogyasszunk. Fontos még, hogy 70 év felett az idősebb korban csökken a szomjúságérzet. Ezért a folyadékbevitel ugyanolyan fontos, mint egy felírt gyógyszer, hangsúlyozza Wittmann professzor. A korai tavasz és a meleg időjárás megbolygatta a méhcsaládok életét. Lesz olyan méz, amiből kevesebbet fogyaszthatunk, és lesz, amiből bőségesen. Idén a hársméz megelőzte az akácot, mennyisége többet hoz, mint korábban. A kártevők ellen támogatás kérhető a Magyar Államkincstárnál. Ezt a szaktanácsadói hálózat segítségével lehet megtenni. Az idei méztermésről a Baranyai szaktanácsadónál érdeklődtünk. Az idei méztermelési szezon vége felé járunk. Az év nehezen indult, ugyan a méhcsaládok jól teleltek, viszont nagyon korán érkezett a meleg. A retce áprilisban pár nap alatt levirágzott, ezért a méhek erről a növényről kevés nektár gyűjtöttek. Ennek értelmében a méhészek szintén kevés mézhez jutottak, mondja Maj Gábor, méhész, Baranyai szaktanácsadó. Közvetlenül a repcét követte az akác, ahogy azt megelőző években is, viszont akkor meg rossz időnk lett, és egy olyan bő hetes, azt lehet mondani, hogy hűvös, szinte fagyos áprilisi idő köszöntött a virágra, a kinyílott akácvirágra, illetve a méhészekre, és ebből kifolyólag egy másfél hetet nem tudtak kihasználni a termelő méhcsaládok. Ennek következtében az akác termésünk az jóval gyengébb lett, mint a megszokott szokott lenni, és az előző évek vonatkozásához is, hogyha mérjük. A méhész utalt arra is, hogy idén korán tavaszodott, ezért a virágzás is előbb következett be. Így az akász is 2-3 héttel korábban jelent meg. Az áprilisi szeszélyes időjáráshoz ez a növény nem szokott. Ez a növénykultúra májusban virágzik. Általában akkor mindig már jó idő van, viszont ebbe a szeszélyes áprilisba becsúszott még fagy is az akácvirágzása alatt, úgyhogy voltak olyan régiók, ahol a megnyílt akácvirágok elfagytak. Tehát abból következik, hogy ott a méhésztársak nem tudtak pergetni. A mecseknek az északi oldala az, ami később virágzott, és azt tudták igazából kihasználni a méhcsaládok, tehát akik ott mészkednek, illetve oda vándoroltak, ott tudtunk csak akácmézet pergetni, és ez igen jelentős kiesést eredményez a méhész kollégáknál a bevételek tekintetében. A többi méhlegelőn is hasonló helyzet alakult ki, így a hárs esetében is, teszi hozzá Maj Gábor. Idén június 8-a és 10-e között már nektárt adott, ez pedig nem megszokott. A napraforgó, mivel vetett növény, az betartotta a virágzást időpontját, a pergetések jelenleg zajlanak. A hárs viszont nagyon jól sikerült, tehát azt kell mondjam, hogy az akácot megelőzte az idei évben a hárs mennyisége és a minősége is. Nagyon ritka egyébként az ilyen év, amikor több hársmézünk van, mint akácmézünk, de mivel jó időjárási körülmények voltak a hárs virágzása alatt, ezért nagyon jó minőség és nagyon jó mennyiséget is tudtunk pergetni a családoktól. A napraforgó az pedig ugye most történik a pergetés, aminek hát az eredményeit még nem tudom, de jóra lehet számítani. Viszont a piaci nehézségek következtében, mivel nem tudjuk eladni a mézünket az uniós piaci körülmények miatt, ennek következtében a méhészek valószínűleg tartom, hogy nagyon sok napra forgó mézet fognak bent hagyni a családoknál, hogy a későbbiek során a takarmányozással kevesebbet kell legyen pótolni. A kártevők ellen támogatás kérhető a Magyar Államkincstárnál. Ezt a szaktanácsadói hálózat segítségével lehet megtenni. Kártevők a varóatka, a nozéma, viszont idén a legnagyobb ellenség a darázs lesz. Ebből ugyanis nagyon sokra lehet majd számítani. Mutatjuk volna vármegye híreit még egyszer, röviden. 5. Kétyi Kolbásztöltő Fesztivál. Ízek, illatok, jó hangulat.
hőség, hogyan védjük házi kedvenceinket. Szekszárdi borvidék, augusztus első hetében kezdődik a szüret. Kié a legjobb halétel, verseny Faddomboriban. Kedden hidegfront alakíthatja időjárásunkat. Változóan felhős napos, dél előtt mérsékelten, délután erősebben gomoly felhős időben kialakuló záporokra látszik esély. Többfelé élénk északnyugati szél fúj. Hajnalban fokozatosan csökken a csapadékhajlam. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!